Magyarország szempontjából mi a legfontosabb biztonságpolitikai kérdés ma? Gyakorlatilag az, hogy Magyarország helye szerepe a nemzetközi politikában folyamatosan nő, egyre jobban tudjuk érvényesíteni céljainkat a szövetségi rendszereinkben, a szomszédországokkal kiegyensúlyozott viszonyra törekszünk, ez Ukrajna esetében rendkívül nehéz, szeretnénk itt is áttörést elérni, jó a viszonyunk az Európai Unióval, bízunk benne, hogy a jövő évi választásokon az Európai Unióban egy teljesen más vezetés fog fölállni, jó a viszonyunk a NATO-val, a NATO-nak stabil partnerei vagyunk 1999. március 12-a belépésünk óta, az ENSZ stabil tagjai vagyunk 1955 óta, politikánk sikeres, a gazdaság fejlődik, erről szeretnék beszélni. Köszönöm szépen Karszagnak, hogy meghívtak, és köszönöm szépen miniszter úrnak. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, a korábbi agrárminiszterrel beszélgettünk, ön a házigazdája a mai estének. Mi a cél, miért pont Nongrádi Györgyöt hívták meg? Biztonságpolitikai esték címen indul egy előadássorozat a bennünket is foglalkoztató világpolitikai kérdésekkel fogunk foglalkozni, migráció, bevándorlás, a világpolitika alakulása, konfliktusok közelben és távolabb egyaránt, és Nógrádi Györgyre azért esett a választás, mert ő egy nagyon elismert, kiváló, felkészült előadó, egyetemi tanár, talán az egyik legismertebb ebben a témában, de szeretnénk majd hozni másokat is, egy 3-4 előadást tervezünk azért, hogy a Nagykun polgári kör keretein belül, de a város lakossága előtt is tátra nyitott ajtókkal jelenjenek meg azok a vélemények, amik most azt hiszem mindenkit foglalkoztatnak. Gyakran mondjuk azt, hogy hát már mondjuk ezeket a híreket egyfolytában a feszültséget tapasztaljuk, de azért látnunk azt, hogy szinte mint a hadi jelentések, olyan jellegűek ezek a hírek, és azt hiszem, hogy mindenkinek a sorsát befolyásolják, és különösen az egy nagyon fontos dolog, hogy meg tudjuk védeni majd Magyarországot, hiszen ez egy 21. századi jelenség, és erre még nem voltunk felkészülve, de lám-lám a korábbi háborúkhoz képest most látszik az, hogy ilyen népmozgások, amelyek foglalkoztatnak bennünket, foglalkoztatják az európai embereket, és ahhoz, hogy a magyar életforma az ország fönnmaradjon, ahhoz, hogy háborítatlanul tudjunk élni a saját hazánkban, ahhoz a kormánynak is nagyon komoly intézkedéseket kellett tenni, de az emberek is kiálltak ebben a kérdésben a véleménynyilvánításon több 90%-os arányban, de a fontos információkat szerintem jó, hogyha mindenki birtokolni tudja, ezért is lesznek ezek a programok, rendezvények. Kovács Sándor képviselőről beszélgettünk, az előbb Nógrádi György azt mondta, hogy nagyon fontos lesz az Európa Parlamenti választás, hiszen ott nagyon sok mindent meg kell változtatni. Ön is így látja? Így van, hiszen az eddigi Európa Parlamenti választások egy kicsit szinte olyanok voltak, mintha tét nélküliek lettek volna, mert Európa Parlament összetétele igazából nem számított a döntésekben, de azt látszik, hogy felértékelődött az Európa Parlament szerepe, az Európai Unió szerepe, hiszen válaszút elé érkezett Európa és a nyugat-európai és az európai civilizáció. El kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk. Kétfelé szakadt az Európai Unió, kétfelé szakadtak az országok, kétfelé szakadtak a társadalmak is. Vannak, akik a bevándorlásban látják a jövőt, abban, hogyha vegyes multikulturális társadalmak lesznek, és azok, köztük Magyarország is, és a visegrádi négyek is, és most már egyre több ország, akik abban látják, hogy meg kell őrizni a kultúrát, a keresztény hagyományokat, azt a társadalmi rendet, ami több mint 1000 éve, vagy akár 2000 éve fennáll, meg kell őrizni ezt a kultúrát, és igazából a demográfiai problémákat nem idegen, afrikai vagy ázsiai országokból való betelepítéssel, hanem a születésszám megnövelésével, a családok segítésével lehet növelni. Tehát most a tétje az európai választásoknak sokkal nagyobb, talán soha nem volt ekkora.